Hamarosan elkezdődik a 2015-16-os tanév a felsőoktatási intézményekben is. Idén 72 ezer hallgató kezdi meg tanulmányait országosan, valamelyik egyetemen vagy főiskolán. A nyíregyházi főiskolára a felvett diákok 90%-a állami ösztöndíjas képzésre jutott be. A felvettek majdnem fele pedagógus képzésre jelentkezett. A felsőfokú intézményekbe idén országszerte több mint 105 ezeren jelentkeztek, és mintegy 72 ezer tanulót vettek fel. Megyénkben közel 1500 diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. A nyíregyházi főiskolára a felvett diákok 90%-a állami ösztöndíjas képzésre jutott be, minden harmadik hallgató pedig mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait. 493 nappali és 653 levelező képzéses tanulót fogad hamarosan a főiskola. A felvi adatok szerint 1146 jelentkezőt vett föl az intézmény, és ehhez a létszámhoz még hozzáadódik a pótfelvételén sikeresen vizsgázók száma. Az új főiskolások majdnem fele pedagógus képzésre nyert felvételt, a főiskola fő profilja továbbra is a tanárképzés, amely szeptembertől két új területtel bővült. A felsőoktatási képzési struktúra átalakítási folyamatainak köszönhetően egy letisztult, érthető és gazdaságos képzési rendszer jött létre, az intézmény képzési rendszerében a gyakorlati tudást erősíti. Sok olyan képzési területet kínál, amely piacképes diplomát nyújt, ez alatt értendők a műszaki és természettudományos képzési területeken szerzett diplomák is, hiszen a versenyszférában mérnökökre, informatikusokra továbbra is nagy szükség van. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Zoltánt, a nyíregyházi főiskola oktatási rektorhelyettesét. Kezdjük akkor talán azzal, jó estét kívánok, kezdjük talán azzal, hogy a pótfelvételi mennyiben módosította azokat a számokat, amik elhangzottak a bejátszásban. Igen, ezen a héten már a regisztrációs hetünk van, úgyhogy a felvett hallgatók be is iratkoznak. A pótfelvételi végén 1472 egészen pontosan a létszám, tehát ennyi elsős beiratkozását várjuk, és reméljük, hogy be is iratkoznak. Minden esetre a tájékoztatón szép számban megjelentek az elsősök, mind a nappali, mind a levelező tagozaton, úgyhogy reméljük, hogy valamennyien be is iratkoznak. Az előbb említett adatok annyiban változtak, hogy mivel a pótfelvételi csak költségtérítéses, illetve hát önköltséges képzésben indult, ezért a önköltséges hallgatók aránya értelemszerűen egy picit növekedett, tehát kb. 20%-ot ér el most a nyíregyházi főiskolán. Ez az idei szám az elmúlt évek tükrében hogyan értelmezhető? Csökkenő, növekvő tendencia, vagy tartja magát a főiskolán? Ez körülbelül megegyezik a tavalyi adatokkal, ugyanazokkal a tendenciákkal, tehát a pótfelvételiben is a tanár továbbképzésre, illetve a pedagógus szakvizsgára volt a legnagyobb igény, itt 150 körüli hallgatót vettünk fel ezekre a képzésekre, és szintén a gazdálkodási és menedzsment szak volt a második helyen, mint az utóbbi években, tehát az elmúlt évek tendenciája folytatódott. Mekkora a merítése a főiskolának? Gondolok itt arra, hogy mennyire népszerű a diákok között ez az intézmény, mekkora volt a túljelentkezés? A túljelentkezési adatokat értékelni elég nehéz, hiszen az első helyes jelentkezések számával szoktunk ma már csak számolni, bár a hallgató vagy a leendő hallgató több helyre is beadja a jelentkezését, tehát igazából csak az első helyes jelentkezéseket szoktuk nézni. Az első helyes jelentkezők egy része nem éri el azokat a jogszabályi minimum feltételeket, amellyel be lehet jutni a nyíregyházi főiskolára, tehát ilyen értelemben van egy bizonyos túljelentkezés a szakokra, de a túljelentkezést úgy kell értelmezni, hogy nem azért nem jutnak be, mert az intézményi kapacitásba nem férnének bele, hanem azért, mert a jogszabályi minimumot nem érik el. Mennyire fogja változtatni a képet, hogyha a Kisvárdán beindul az a bizonyos közösségi főiskola? Én magam részéről nagyon keveset tudok a kisvárdai közösségi főiskoláról. Amennyit a sajtóból lehet tudni, a Debreceni Egyetem nem olyan képzéseket indít, amely a nyíregyházi főiskolán is van, tehát én úgy gondolom, hogy nem lesz különösebben versenytárs jelen ismeretem szerint a kisvárdai közösségi főiskola. Elhangzott a bejátszásban is, hogy a pedagógiai vonalat erősíti a főiskola, ez nagyjából összhangban van azzal a törekvéssel, ami országos szintű törekvés, hogy igyekezzen minden intézmény a saját eredeti profiljához visszatérni, és az is elhangzott, hogy két új terület indul a pedagógiai területen, melyek ezek.
A profil azért nem annyira egyöntetű, hisz a jogelőd intézmények hát sokszínűek voltak. Valóban a egyik jogelőd intézménynek a fő profilja a tanárképzés volt, illetve pedagógus képzés, hisz tanítóképzésről és más pedagógus szakokról is beszélünk. De azért ne felejtsük el, hogy a másik jogelőd intézményben egy nagyon erős műszaki, illetve gazdasági agrár képzés is volt. Tehát ezek, én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Főiskolának éppen olyan értékei, mint a pedagógus képzés. És hát valóban a műszaki terület, agrárterület vagy a gazdasági terület, mint mondtam, hát évek óta őrzi a helyét, és szép számmal iskolázunk be hallgatókat ezekre a területekre. A mai felsőoktatásban az egyik legnagyobb probléma, én azt gondolom, ez a bizonyos egyensúlyozás a mennyiségi és a minőségi képzés között, hiszen van egyfajta gazdasági kényszer abban, hogy megfelelő létszámban tudjanak oktatni a működőképesség érdekében. Ugyanakkor, ha ez a minőség rovására megy, akkor bizony a népszerűsége fog csökkenni az intézménynek, tehát előbb-utóbb hosszú távon mégiscsak a működőképesség fog megkérdőjeleződni. Hogyan tud ezzel megküzdeni a Nyíregyházi Főiskola? Induljunk ki abból, hogy a hallgatóinknak a döntő többsége állami ösztöndíjas hallgató. Az állami ösztöndíjra viszont ilyen erős szabályok, minőségi szabályok, ha úgy tetszik, vonatkoznak. Tehát meg van határozva a képzési idő, meg van határozva, hogy hány kreditet kell elérni 2,5 év alatt a hallgatónak. Tehát az állam igyekszik a maga eszközeivel szabályozni a hallgató ösztöndíjhez való jutását, tehát a hallgató igen erősen motiválva van arra, hogy ezeket a minőségi követelményeket teljesítse, hiszen egyébként kikerül az önköltséges kategóriába. Az önköltséges kategóriába viszont hát bizonyos önköltségek elég megterhelőek lehetnek a beiskolázási körzetünkben élő családokra, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy külső szabályozó eszköz, ami arra mutat, hogy a minőség tartható. Hasonlóan a felvételi pontszámoknak a tendenciája, illetve az emelt szintű érettségik előírása bizonyos szakokon, tehát eleve a bemenetkor jobb eredményű hallgatók jutnak be a képzésre, és ez is garantálja a minőséget. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a követelményekben semmilyen kompromisszumra nem kényszerül a Nyíregyházi Főiskola, a követelményeket, a képzési kimeneti követelmények rögzítik, azt a maga eszközeivel a fenntartó ellenőrzés, hogy azt betartjuk-e, és a hallgatók igyekeznek ennek megfelelni. Azt gondolom, hogy a minőség egyik legjobb mérése az, hogy mennyire piacképes az a diploma, amit nyújt a főiskola, és ennek ezt célozza talán a duális képzésnek a bevezetése. Ebben hol tart a főiskola? Egy duális képzést hirdettünk meg a 2015. évi felvételi eljárásban, ez a gépészmérnöki szak volt. Előkészítünk egy másik duális képzést, tehát 2016-ban feltehetően 2 duális képzéssel is megjelenünk a piacon, és egy olyan szakindítás előkészítése van folyamatban, amely szintén duális képzési formában is indulna. Tehát mi is igyekszünk lépést tartani a korral, illetve a követelményekkel, tehát reméljük, hogy rövidesen már 3 területen is tudunk duális képzést kínálni. Már csak annyi időnk maradt, hogy én sok sikert kívánok a 2015-2016-os tanévre a Nyíregyházi Főiskolának. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.